Franciaország Ukrajna győzelmét szeretné az Oroszországgal folytatott konfliktusban, és kész segíteni a dél-ukrajnai Odessa kikötői blokádjának feloldásában, annak érdekében, hogy az ukrajnai gabonaszállítmányok elérhessék célállomásaikat, jelentette be a francia elnök hivatala. Mint ismeretes, a február végén indított orosz háború miatt leállt az ukrán fekete-tengeri gabona szállítás, ami globális élelmiszerválságot is okozhat. Az ENSZ szorgalmazza, hogy Oroszország, Ukrajna és Törökország jusson megállapodásra az exportot lehetővé tevő tengeri folyosó biztosításáról. Törökország már korábban felajánlotta, hogy egy ilyen megállapodás keretében török hadihajók kísérhetnék az ukrán kikötőkből induló teherhajókat. A háború előtt havonta a világ búzaexportjának 12, a kukorica 15 és a napraforgóolaj kivitelének 50%-a Ukrajnából indult. Jelenleg mintegy 20-25 millió tonna gabonál blokád alatt, ez őszre akár 70-75 millió tonnára is emelkedhet. Az ukrajna elleni orosz háború óta több mint 220 ezer ukrán nő talált állást Lengyelországban. Marlena Malag lengyel családügyi és társadalompolitikai miniszter közlése szerint már több mint egy millió ukrán kapott lengyel azonosítókódot, ami lehetővé teszi a munkavállalást. Közülük 500 ezeren munkaképes korúak, többségük pedig nő. Ez jó hír a lengyel munkaerőpiacnak. A munkaadókkal folytatott megbeszélések egyértelműen azt támasztják alá, hogy a gazdaság megerősödéséhez munkás kezekre van szükség. Véli Varsó. Eddig 115 egészségügyi intézményt bombáztak le az oroszok. A rakétatámadások 33 patikát is megsemmisítettek. Viktor Laskó egészségügyi miniszter azt mondta, 670 kórház és rendelő épülete megsérült. Eddig az egészségügyi hálózathoz tartozó 40 intézményt sikerült felújítani. Van, ahol új nyílászárókra, máshol új tetőzetre volt szükség. Az ország egyik legnagyobb laboratóriumi hálózata is jelentős károkat szenvedett, emiatt a keleti régióban elérhetetlenné vált a gyors diagnosztizálás. Viktor Jaskó kiemelte, a háború következményei még nagyon hosszú időre rányomják bélyegüket a lakosság egészségére. Csökkent például az onkológiai és fertőző betegségek diagnosztizálása. Emiatt sok esetben nem tudják elkezdeni a kezeléseket. A háború kezdete óta több mint 1700-an találtak munkát Kárpátalján. A megyei munkaügyi központ adatai szerint jelenleg fokozatosan nő a betöltetlen állások száma. Jelenleg több mint 800 ajánlat áll a munkát keresők rendelkezésére. Széje uvazsájú dostatnyó. Svájcsok Szerintem ez elegendő, varrónű van a legtöbb. Szakácsokra is szükség van, gyári munkásokra, különböző kategóriájú járművezetőkre, vasutasokra, és betöltetlen orvosi állásunk is van. I, pô, no -i, spektr, i, -i, -i, i A szövegközötteket, a je a megyében közel négyezren keresnek munkát, többek között Ruszlána is, nemrégiben érkezett Donetsk megyéből. Ott most dúl a háború, ezért érkeztünk Kárpátaljára. Itt lakik a testvérem, most munkát keresek. Mindig is volt munkahelyem, fizettem az adót. Most engem valamilyen gyár érdekelne, ahol van betöltetlen állás, és elmegyek oda dolgozni. De budu vakanci, ja budu. itt. Az állam pénzbeli kompenzációt fizet azoknak a vállalkozóknak, akik két hónapig belső menekülteket foglalkoztatnak. Kárpátalján már több mint 70 munkáltató kapott e fajta támogatást. Ez a program attól függetlenül működik, hogy a munkáltató mikor alkalmazta a dolgozót, volt-e belföldi menekültnek járó igazolása vagy sem vagyis a február 25-én alkalmazta, akkor 6500 hrivnyát az első és a második hónapban. Megkapja ezt a támogatást. Ez a program működik. A díj alkalmazás segítségével is jelentkeznek, nem kell a központba jönnie. Online is megoldjuk az ilyen kérdéseket. Ma az a legfontosabb, hogy mindenki tegyen valamit, függetlenül attól, hogy menekült, más régióból jött ide, Persze, kivéve néhány esetet, amikor a személy fogyatékos vagy gyereke van, minél közelebb kell hozzuk a győzelmet, és annak érdekében tenni kell.